Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Egy fiatal lehet kiváló sportoló és kiváló tanuló is, és hogy ez tényleg így legyen a szakképzésben is, a Veszprémi Szakképzési Centrum egy új programot indít. Ennek érdekében kötöttek együttműködési megállapodást a Pannon Egyetem Testnevelés és Sport Intézetével. A következő percekben a sajtótájékoztatóra hívjuk kedves nézőinket. A Veszprémi Szakképzési Centrum a Pannon Egyetem sport és tanulás programjával összhangban létrehozza és működteti a sport és tanulási programot a szakképzésben. Nagyon fontos, hogy ismert, sikeres sportolók növelik a Veszprémi Szakképző Centrum hírnevét, vonzerejét, ezért az intézmény érdeke számára is hírnevet, elismerést hozó sportolók befogadása és támogatása, tehát ez lenne a célja ennek a sport és tanulás programnak. A program kiemelt feladata, hogy a kiváló utánpótlás sportolóknak egyéni tanulási támogatást, tanrendet, mentorálást nyújtson. Kiemelkedő eredményekkel bíró sportolót megtartjuk a sportban. Felmérjük a versenysportoló oktatásával kapcsolatos különös igényeket, tanulói és oktatói oldalról egyaránt. Elbíráljuk és gondozzuk a versenysportoló segítségnyújtására és kedvezményekre irányuló kérelmeit, illetve a szabályzatok előírásai alapján alternatív megoldási lehetőséget javasoljunk. Tudásokat hasznosítani képes kiváló emberek elhelyezkedését szeretnénk elősegíteni Veszprém megyében. Nagyon fontos, hogy az általános iskolából kikerült diák bekerül a szakképzési centrumban, ahol a sport és tanulás programon részt vesz. Ezen kívül pedig majd továbbiakban tudjuk segíteni a Pannon Egyetembe való bekerülését. Nagyon fontos nekünk az is a szakképzésben, hogy foglalkoztatni is tudjuk őket, tehát szeretnénk gazdasági szereplőket is tájékoztatni erről a sport és tanulás programról, hiszen elkerülhetetlen az, hogy a diákok itt maradjanak Veszprémben, nekünk ez fontos, hiszen Veszprémben a sportélet az rendkívül népszerű volt eddig is, és eztán is az lesz. Elmögé mi teljes messzélességgel szeretnénk beállni. Főigazgató úr, az mindig jó dolog, hogyha van egy cég, egy szervezet, amelyik úgy dönt, hogy segíti a tanulókat, hogy jól sportoljanak és jól tanuljanak. Ez a mostani, nevezzük akciónak, ez tulajdonképpen miért pont most indult el? Azért indult ez a program, mert ősszel nagyon sok megkeresést kaptam, hogy egyénileg tudnánk-e sportolókat támogatni. És ugye elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk a centrum költségvetését, hogy tudjuk a saját kapcsolati tőkénket összerakni ahhoz, hogy egy konkrét programot kialakítsunk, ami ne legyen részrehajló, ne azért legyen, mert valaki megkeresett minket, ne azért legyen, mert valamilyen sportágat űztünk és jobban ismerjük, vagy valaki bátrabb volt és megkeresett minket. Tehát szerettünk volna ennek adni egy olyan hivatalos hátteret, ami már működőképes és ami hosszú távon is megél. Ez ügyben elkezdtem gondolkodni, megkérdeztem más centrumokat, hogy van-e esetleg hasonló program, hogy tudok-e ebben előre mozdulni, nem kaptam pozitív visszajelzést, és akkor utána jártam annak, hogy az egyetemen van ilyen, és akkor felkerestem ugye a dr. Edvi László intézet igazgató urat, hogy ők ezt hogy csinálják, és akkor kézenfekvő volt az ötlet, és adta lehetőséget az, hogy az ő programjukat átültessük a szakképzésre, és gyakorlatilag akkor annyi dolgunk volt, hogy az ő dokumentumokat megfelelően ugye átfésüljük a mi programunkra, és el tudtuk indítani ezt a programot. Természetesen a költségvetésből is meg tudtuk találni ezeket a forrásokat, hogy a sportösztöndíjat majd, ugye ennek a háttere megvan, de nem titkolt tervünk az, hogy szeretnénk gazdasági szereplőket is megkeresni majd, akik majd beszállnak ebbe a rendszerbe, és akár egyénileg támogatnak sportolókat, akár a sport és tanulási programban levő sportolókat összességében támogatják, tehát ez továbbra is célunk lesz a jövőben. Hogyha szerencsénk van, akkor nagyon sok tehetséges, jó tanuló sportoló van. Bírják ezt majd anyagilag? Természetesen bírjuk, hiszen a költségvetésünkben meghatároztuk azt, hogy mennyi ember tudunk támogatni anyagilag. Ugye itt két fordulós a rendszer alól tudni kell, tehát a sport és tanulási programba bekerülhet gyakorlatilag 50-60 ember is akár, de az ösztöndíj programban, akik sportösztöndíj a szerződés kötünk diákok, ők ugye 20-an vannak maximum, és itt ugye a három kategóriában, amit meghatároztunk, ugye havi 20, havi 15, havi 10.000 forint, ezt nyilván a költségvetésünk elbírja, de ezért is mondtam azt korábban, hogy szeretnénk bevonni külső szereplőket, és nyilván ez a sportösztöndíjasok támogatásának a köre, ez bővül. És akkor leszek boldog, hogyha ezek az összegek akár növekednek, vagy akár ezek a számok, akiket tudunk támogatni, ezek nőnek majd a jövőben. Itt most pályázni kell, ennek kell egy határidő. Természetesen az is fontos kérdés, hogy maga a sportoló pályázik-e, vagy az a sportszervezet, ahova tartozik. Tehát jelenleg úgy néz ki a pályázat, hogy február 15-ig várjuk a pályázatokat. Ugye ez a Veszprémi Szakképzési Centrumnak a honlapján fenn van már, mint sport és tanulás program. Minden dokumentum fenn van, ami ehhez szükséges. Nagyon fontos, hogy február 15-ig egy online kérdőívet kell kitölteni a sportolónak, utána pedig az egyesületet megkeressük személyesen, hiszen a kérdőívben benne van, hogy melyik egyesülethez tartozik. Az egyesülettel kötünk egy megállapodást,
és az egyesülettől várunk egy hivatalos igazolást arra, hogy milyen eredményei vannak, hogy a pontrendszerben majd ezt ugye nyilván tudjuk tartani, és a 15-ig beérkezett pályázatokat pedig 5 munkanapon belül elbíráljuk, tehát gyakorlatilag február 20-a, 22-e tájékán már fel tudjuk tenni a honlapra, illetve minden érintettet meg tudunk keresni ez ügyben. Az egy fontos kérdés, hogy a sportoló hány éves? Hát ugye itt a sportolók ugye a szakképzőiskolákban járó, tehát a Veszprém Szakképző Centrum iskoláiba járó diákok, ez azt jelenti, hogy 14 és 20 éves kor közötti diákokról beszélünk ebben az esetben. Vannak már visszajelzések is? Igen, hát ugye azért, amikor ezt elkezdtük ezt a programot, azért ezt felvetettük már több egyesületben, ahol van kötődésünk. Nagyon pozitívak a visszajelzések, nagyon örülnek neki. Hát pontosan tudjuk, hogy vannak sportágak, akik azért anyagilag jobban tudnak gazdálkodni, vannak olyan sportágak, akik kevésbé, és hát az, hogy mi sport és tanulási programot, egyéni tanrendet, vagy akár egy sportösztöndíjat tudunk egy diák számára, szerintem ez mindenhol üdvözítő és mindenhol támogatott visszajelzést fog adni, de az eddigi visszajelzések pozitívak, és én ebben bízom, hogy a jövőben is ez lesz. A Sport és Tanulási Program bizottsága fog dönteni arról, hogy ki az, aki támogatásban részesül. A bizottságnak a tagjai a szakképzési centrum részéről a kancellár úr, főigazgató úr és én, mint pályázati referens, és minden iskolából egy képviselő vesz részt majd a bizottsági munkába. Tehát így döntünk közösen arról, hogy ki az, aki támogatásban részesülhet. Támogatásban részesülhet egyrészt a sportoló kedvezményes tanulási renddel, mentorálással. Itt is megállapodást fogunk kötni a sportolóval, mert mi adunk egy kedvezményes lehetőséget, de őnek is vállalásai vannak ezzel kapcsolatban. Tehát nyilván elvárásunk, hogy ne visszaéljen, hanem éljen ezzel a kedvezményes tanulási rend lehetőséggel, és ezzel mi segítjük az ő tanulási és sportolási munkájának a koordinálását. Igazgató úr, önöknek már van 7 éves tapasztalatuk, mindez mit mutat? Csak pozitív visszajelzésünk lehet. Ha azt mondom, hogy a jelen programunknak egy prominens tagja, Rasovszky Kristóf, akinek az olimpiai felkészülését is tudjuk támogatni, mindemellett pedig a tanulmányai is folyamatosan fennmaradhatnak, akkor ez tükrözi azt, hogy ez a program ez egy hatékony, jól működő program. A célunk ezzel a programmal az volt, hogy a számunkra nem látható sportolókat a felszínre tudjuk emelni. Látjuk őket, tudjuk, ismerjük a kettős életpálya programnak, terveiknek a nehézségeit. Ezt támogatjuk, tehát a tanulásukhoz hozzáteszünk egy mentorhálózatot, és a legjobb sportolók számára pedig egy sportösztöndíj pályázattal még a felkészülésüket anyagilag is tudjuk támogatni, biztosítani. Ugye az a jó eset, amikor egy sportoló jól is tanul, de hát azért ez nincs kőbevésve. Mi van akkor, hogyha valaki jó sportoló, de kevésbé jó tanulmány eredménye, vagy fordítva? Azt gondolom, hogy a versenysportban, az élsportban ez nem szerencsés. Tehát a kettőnek együtt kell járnia, hiszen a tehetség az egy komplex rendszer, és mi ezt támogatjuk. Azért azt tudni kell, hogy az egyetemnek érdeke, hogy jó tanuló sportolókat tudjon nevelni, hiszen a jó tanuló az sportolóként is, aki el tudja végezni az egyetemi képzést, és utána pedig szakemberként meg tud jelenni majd a piacon. Ezért örülünk annak, hogy a szakképzési centrum is kapcsolódott ehhez a programhoz. A jó sportoló mellett a jó tanulást is felkarolja, és ez az egyetem számára egy lehetőség, hogy sportolókat tudjon majd beiskolázni. Összességében a beiskolázási létszám fog ezáltal növekedni. Ez lesz konkrétan az egyetem érdeke, de mint sportintézetet képviselő igazgató azt kell, hogy mondjam, hogy a sportolók támogatása is egy fontos érdek az egyetem részéről. Ugye itt most arról beszélünk, hogy támogassunk sportolókat, akik remélhetőleg jó eredményt érnek el, de ez a szám akár lehet 100 is, bárcsak úgy lenne 100 elképesztően kiváló sportolónk, akkor mit tudnának kezdeni, mert azért ehhez pénz is kell. A program az két lépcsős, két szintű. A programnak az első részének az a feladata, hogy a versenyző sportolókat, vagy a sportoló tanulókat felszínre tudja hozni. Tehát az első feladatunk az, hogy a sportolók tanulását tudjuk segíteni, emögé fölépítve egy mentorhálózatot. Ez nem pénzfüggő, ez szándékfüggő dolog. Ezért mondhatni azt, hogy ez a program a végtelenségig bővíthető.
az, hogy anyagilag a felkészülésüket mennyire tudjuk támogatni, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a támogató bázisban ez a rendszer egy a sok közül, a magunk tehetségéből adódóan, a gazdasági hátterünknek megfelelően mindig akkora létszámot támogatunk, amekkorára erre nekünk keretünk van. De még egyszer mondom, hogy nem ez az elsődleges funkciója a programnak, hanem a sportolást és a tanulást tudja párhuzamba hozni. Ez viszont ez korlátlan lehetőség. És hát gondolom, itt vannak elvárások is, hogy mit kell teljesíteni? Természetesen a program ezért is működik úgy, hogy fél évente kell a programba jelentkezni és pályázni, hiszen itt van a kontroll az egyetem, illetve a szakképzés részéről, hogy a hallgatónak nem csak a sportolási eredményét nézzük, hanem a tanulmányi előmenetelét, és a tanulmányi előmenetel is függvénye annak, hogy a következő fél évben újból beadhatja a pályázatát vagy sem.